Pest vármegyében narancs, több megyében pedig piros figyelmeztetés volt érvényben a február 4-én lecsapó vihar idején. A térségben akkor a legerősebb széllökések akár a 90 km/h is meghaladták. A vihar okozta károk miatt az ország szinte minden pontjáról érkeztek lakossági bejelentések. Pest vármegyét sem kímélte a vihar, több mint 100 bejelentés érkezett a műveletirányításra. Zömében, Érd térségében volt a legtöbb beavatkozás, ugye sajnos Szentendrén is történtek. Legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak adtak munkát a tűzoltóknak, de sajnos volt olyan is, hogy a szél, a viharos erői szél megmondotta a tető lemezfedését, tehát a bádog lemez lógott, ez veszélyeztette az arra közlekedőket, ezt kellett a tűzoltóknak eltávolítani. Budakalászon is akadt dolguk a tűzoltóknak, de nagyobb épületomlás szerencsére nem történt. Csámpai Attila, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője stábunknak elmondta, hogyan kell eljárni, ha kidőlt fával vagy leszakadt ággal találkozunk az utakon. Nehéz nagyon jó tanácsot mondani, mindenféleképpen mi azt szoktuk javasolni, hogy derítsen föl, tehát kiszáll az autó, mondjuk autóval közlekedik éppen, és lát egy olyat, hogy az úttesten keresztbe dőlt egy fa, és akadályozza a forgalmat, kiszáll esetleg az autóból, körültekintéssel járjon el. Nézze meg, esetleg nem rántotta magával a villanyvezetéket, nem lóg még a feje fölött egy másik faág, és hogyha mondjuk úgy látja, hogy semmilyen veszély nem áll fenn, és fizikálisan képes eltávolítani ezt a faágat, akkor természetesen megteheti, hiszen ezzel a többi közlekedőknek a segítségére lehet. Azonban, hogyha látja, hogy villanyvezeték van, vagy esetleg ennek a veszélye fennállhat, vagy további veszélyek keletkezhetnek, akkor mindenféleképpen hagyja ott ezt a fát, faágat, értesítse a hatóságot, a 112-es segélyhívó számon. Lehet, hogy azt fogják már mondani, hogy köszönjük szépen, már kaptunk bejelentést, ettől függetlenül az a rend, hogy ilyenkor jelentse be, és várja meg a kérkező egységeket. Főleg így vihar után érdemes átvizsgálni a környezetünket. Ugye főleg arra gondolok, hogy esetleg a korábbi vihar okozott-e olyan károkat, mondjuk kidőlt a fa, vagy megdőlt a fa, letört az ága, vagy csak eltört az ága, hiszen ez a következő viharnál biztos, hogy ki fog dőlni, vagy éppen le fog törni, és éppen vagy a tetőre, vagy a kerítésre, vagy az útra fog szakadni. Ezt meg tudjuk előzni. Mindenféleképpen vizsgáljuk át az épületeket, hogy a viharos erejű szél nem tett benne kárt, nem fújta le a szél, bontotta meg a lemezfedést, és ha esetleg ilyet tapasztalunk, akkor vagy távolítsuk el, vagy mi, ha nem tudjuk, akkor kérjünk szakembertől segítséget, és javítassuk ki minél előbb ezeket a károkat, hibákat. Nem csak a fák és az ágak okozhatnak bonyodalmat vihar idején, hanem a nagy mennyiségben lezúduló csapadék is. Az útmenti elvezető árkok karbantartásával elkerülhetjük, hogy az esővíz kárt tegyen épületeinkben. Ugye ezt mi azt szoktuk mondani, hogy ez közös érdek, hiszen hogyha a házunk előtt van egy árok, és nem feltétlenül a mi feladatunk ezt kitisztítani, de azonban a víz, hogy ezt nem tudja, és fizikátban tekintve mindig az alacsonyabb pont felé fog folyni, és sajnos a legtöbb esetben ez mindig a pincék, illetve melléképületek, garázsokat jelenti. Ez azt jelenti, hogy ha a házunk előtt van egy árok, és látjuk, hogy el van tömődve az átteresz, vagy éppen benőtt a fű, hordalékkal van tele, akkor az érdemes kitisztítani, és ezzel a következő esőzésnél lévő víznek az útját tudjuk szabaddá tenni, és talán a bosszúságok mellett hogy a nagyobb anyagi károkat is talán ezzel meg tudjuk előzni. A több napsütéses óra és az enyhébb időjárás miatt egyre többen mennek kirándulni az erdőkbe. A szóvivő azonban a túrázókat is óvatosságra inti a téli időszakban. Azt szeretném kérni a túrázóknak, kellő körültekintéssel járjanak el. Mindenféleképpen tervezzék meg a túró útvonalat. A turista útvonalról soha ne térjenek le, illetve készüljenek fizikálisan, és csak olyan túró útvonalat vállaljanak be, amit fizikálisan tudnak teljesíteni. Készüljenek fel arra, hogy változó az időjárás. Tehát napközben még lehet, hogy jó idő van, azonban délután már este bőven 0 vagy 0 fok alá esett a hőmérséklet. Tehát készüljünk fel, legyen nálunk meleg ital, plusz pulóver váltóruha, hiszen, ahogy említettem, megváltozott az időpont. Mindenféleképpen az otthon maradottakkal beszéljük meg, hogy mikor indulunk, mikor érkezünk, mikor kellene megérkeznünk, az otthon lévők pedig, ha azt látják, hogy egy óra belül nem jelentkezett, akkor gyanakodhatnak, hogy esetlegesen valamilyen baj történt.
Ugye az okostelefont említettem, 21. században vagyunk, az egy GPS koordináta nagyon hasznos lehet, nem csak azért, hogy mi tájékozódjunk, hanem azért, hogy a mentés, a siető, mentendő, tehát a mentő egységeknek ez nagy segítség lehet, hogy a GPS koordináták által be lehet határolni, hiszen maga a mentési időt ezzel le lehet rövidíteni. A katasztrófa védelmet gyakran riasztják lakástüzekhez is ebben az időszakban. Ennek az egyik oka a nem megfelelően karbantartott kémények használata. Kiemelten fontos, hogy csak szakember által rendszeresen ellenőrzött fűtési berendezéseket használjunk, valamint alkalmazzunk füst, illetve szénmonoxid érzékelőt a tragédiák megelőzése érdekében. Mindenféleképpen körültekintően kell eljárni, hiszen sokan visszatértek a hagyományos fűtési szezon módra, ez azt jelenti, hogy szilárd tüzelésű tüzelőanyaggal vagy használnak. Ugye ezzel sajnos ugye azzal ez a baj, hogy a kéményeket ugye nem vizsgáltatták felül. Nagyon sok ilyenkor a kémény jellegű tűzünk, és nem csak a kémény tűz, ebből adódó tetőtűz is. Tehát mindenféleképpen ezeket a kéményeket felül kell vizsgálni. Ugye a szilárd tüzelésű kéményeket évente, a gázüzemeket pedig két évente. Ugye az intenzív során ugye benne lerakódó koronkátrány képes kigyulladni, és nem csak a kémény, hanem a tetőszerkezet is lángra kaphat, illetve az eldugult kéményen keresztül nem csak a füst, hanem a szintelen szaktan rettentő mérgező szénmonoxid vissza tud áramolni, és sajnos ugye tud gondot okozni. Ugye nagyon hasznos lehet a szénmonoxid érzékelő, vagy éppen a füst érzékelő. Ugye a kettő készülék nem ugyanaz. A szénmonoxid érzékelő a szintelen, szaktalan mérgező gázt fog jelezni, fog mérni, a füst érzékelő pedig értelemszerűen a füstre fog jelezni. Nagyon hasznos készülék, mind a kettő, szoktuk is kérni, illetve javasolni, hogy aki teheti, mind a két készüléket használja, szerezze be. Mi azt szoktuk mondani, az a jó, ha két készülék nem fog működni. A kéményseprőt az év bármely időszakában hívhatják a tulajdonosok. A szilárd tüzelésű kéményeket évente, a gázüzemű berendezéseket két évente érdemes megvizsgáltatni a szakemberekkel. A lakosság számára maga a sormunka az ingyenes. Az azt jelenti, hogy a kéményseprővel egyeztetünk időpontot, ugyanis nekünk kell, tulajdonosnak kell egyeztetni időpontot a kéményseprőkkel. A megbeszélt időpontban a kéményseprő ki fog érkezni, át fogja vizsgálni a kéményt, hozzá tartozó fűtőberendezést, illetve a szénmonoxid érzékelőt is, hogyha van. Ha esetleg hibát talál, akkor azt mindenféleképpen a jegyzőkönyvben fogja, a tanúsítványon fogja ezt jelezni. Ha olyan hibát talál, hogy életveszélyes, akkor természetesen eltiltja a kémény további használatát, de hiszen ez az ott lakóknak érdekében teszi, hiszen gyakorlatilag látjuk azt, hogy életveszélyesek a kémények, és hogy említettem, a szénmonoxid akár ugye az a legveszélyesebb, visszáramolt és ugye szedi az áldozatait. Figyeljünk oda környezetünkre, épületeinkre és fűtési berendezéseinkre. Utazás vagy túrázás előtt mindig tájékozódjunk az aktuális időjárásról, valamint a látási és útviszonyokról. Kellő körültekintéssel a téli időszakban is megelőzhetők a balesetek.